Szinte ford a víz tavaly a csónakázótóban, de nem a nyári hőség, hanem a szép számú versenyző miatt. Itt kell idén is az 1500 méteres távot leúszni. A mintavétel szerint a víz minősége megfelelő ehhez. A nézők számára is ideális a híd, mint lelátó. A fedett úszoda elől indul most is a 40 kilométeres kerékpáros táv. A versenynek hosszú távú fejlődése érdekében folyamatosan nekünk is fejlesztenünk kell, és nyilvánvaló volt, hogy a szűk keresztmetszetet nézve a versenykerékpárnak a tárolója volt a létszámban a szűk keresztmetszet, és 100 új tárolási lehetőséget építettünk ki, és ezáltal megszüntettük ezt a korlátot. 430-an neveztek eddig, de még a verseny napján is lehet csatlakozni. Kategóriánként 10-10 helyet tartottak fenn erre a célra. A versenyzők 20%-a vasi, az egész országból jönnek triatlonosok. Ez egy igazi sportesemény, de nem csak sportesemény, hanem annál való több is. Ez egy érték, egy szombathely, egy vasmegyei érték. Amit nézőként megélni is jó, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón a polgármester, aki maga is fontolgatja a nevezést a későbbi években. Garami Árpád a kezdetektől részt vesz a versenyen. A triatlon egy nagy szerelem, annak idején 84. június 9-én, mikor elindult ez a rendezvény, hát nem tudtuk, hogy miről fog szólni. Előtte is futottunk, bicikliztünk, úsztunk, de csak úgy külön-külön, így együtt a hármat soha senki nem próbálta meg, úgyhogy egy nagy kihívás volt. A nővérem szólt, hogy ő indulna, és hogyha én is indulok, akkor hát mégis van egy kis biztonságérzése. A 40 kilométeres kerékpáros táv szombathelyi részét a Bartók Béla Brenner Tóbiás körúton félpályás útlezárás mellett teljesítik a versenyzők, a régi Bucsúi út pedig új szakaszként teszi biztonságosabbá a biciklizést. Az idei vasi vasember dizájnja is új, kapucnis pulóvert és pólót kapnak a nevezők. Ezt viselte a sajtótájékoztatón Varjú Gábor, aki balesetéig rendszeres résztvevője volt a versenynek, de parasportolóként is nagy tervei vannak. Eddig 8-szor indultam a vasi vasemberen, korábban 2002-ben, utána pedig 2014-től minden évben, egészen tavalyig. Nem adtam fel ezt a dolgot egyáltalán, ugyan mellkas vonalától lefele béna vagyok, de tervezem, hogy parasportolóként is triatlonozni fogok. Az időjárás előrejelzők jó időt jósolnak szombatra, kivéve az északi szelet, de ahogy mondják, a vasi vasember jellemzője, hogy a kerékpáros távon mindig szembe fúj a szél. A 10 kilométeres futást a múzeumfalu körül teljesítik a versenyzők, a lebonyolításban 250-en működnek közre, a közlekedés biztonságát pedig rendőrök és polgárőrök is segítik.